Június 19-én Beregszászban délelőtti órában a helyi rendőrséghez érkezett egy bejelentés, amely szerint a városban alá van aknásítva a beregszászi főiskola, a főkonzulátus és a 4-es számú iskola épülete. Ez egy bombariadó, amelyre az illetékes szervek rögtön reagáltak, kimentek a helyszínre, kiürítették ezeket az épületeket, és ellenőrizték, hogy valóban van-e ilyen robbanó szerkezet valahol elhelyezve. Szerencsére nem találtak semmit, viszont mindenki megijedt, tehát a félelemkeltés az sikeres volt. Aztán délután egy újabb hír érkezett, miről megnyugodtak a kedélyek, hogy alá van aknásítva, illetve bomba van elhelyezve Beregszász minden épületében, tehát egész Beregszász területén. Hát ez egy furcsa, szokatlan bejelentés. Erre is reagáltak a hatóságok, és a megyei szervek erőinek bevetésével ott Beregszászban alaposan átfésülték az egész várost, és 180 épületet vizsgáltak meg, több mint 500 embert evakuáltak. Ez a forró nyári nappalon történt, és az emberek a kórházakból, iskolákból, egy csomó épületből, üzlethelyiségből, de még magánházakból is kénytelen voltak kivonulni az utcára a forró nyári napra, hogy át tudják vizsgálni a hatóságok, a szervek az épületeket. Ott sem találtak semmit, tehát ez egy ilyen a bombariadó volt, amelyik nyilvánvalóan azért történt, hogy félelmet keltsenek, nyilván azért történt, hogy destabilizálják a helyzetet, és azt hittük, hogy ez egy lokális dolog, de kiderült, hogy nem, mert hogy hasonló esetek megtörténtek Munkácson, majd Ungváron is, de amikor azt hittük, hogy ezt direkt Kárpátalján csinálják, hiszen megszoktuk már sajnos, hogy az elmúlt egy-két évben, hogy provokációs akciókra kerül sor azért, hogy a megyében destabilizálják a helyzetet és különböző konfliktusokat, így etnik alapon konfliktusokat keltsenek, amelyeket komolyan is kell venni, mert a KMK székház elleni felgyújtási kísérlet majd az székháznak a felrobbantása bizonyította, hogy komolyan kell venni, tehát nem csak az a cél, hogy megfélemlítsenek, de az is, hogy ilyen akciókat végrehajtsanak, és csak a szerencsém volt, hogy emberáldozat nem volt. Meg egy csomó más, egy sorozat mindenféle provokációs akció. Kiderült, hogy nem csak Kárpátaljáról van szó, hiszen a Kijevben és Kijevi megyében, illetve Lemberg, Rovno és Harkó megyében is történtek hasonló bejelentések, bombariadók, tehát egy hullámszerűen szinte vonul végig az országnak egy jelentős részén, és így Kárpátalján is. Valakik abban érdekeltek, hogy ebben a helyzetben most a választások után és előtt, amikor amúgy is a társadalompolitikai helyzet instabil, ez így szokott lenni, még jobban destabilizálják a helyzetet, hogy félelmet keltsenek, hogy a káosz felé sodorják az országot. Kik ők, hogy ezek belső erők, vagy esetleg Ukrajna határain kívülről szervezik és irányítják ezeket az akciókat, nem tudni. Mindenesetre a rendőrség és a belügyi osztálynak a dolga, hogy kivizsgálják, leállítsák ezeket az akciókat, leállítani pedig csak úgy lehet, hogyha megtalálják a tetteseket, az elkövetőket és a megrendelőket, és a törvény szigorával megbüntetik őket. Mi erre szólítjuk fel őket, erre kérjük őket, és bízunk benne, hogy ez az akció sikeres lesz, úgy, hogy nagyon operatívan dolgozva sikerült megtalálniuk az elkövetőit a KMK székház elleni robbantásnak. Sajnos még mindig nem büntették meg őket, a bírósági per nagyon elhúzódik, de bízunk benne, hogy véget ér és a büntetésüket megkapják az elkövetők, mert csak azzal lehet az ilyen akciókat megállítani, hogyha a törvény szigorával megbüntetik őket, hogy ebben az esetben is így fog történni. Az embereket pedig nyugalomra szólítjuk fel, hogy a félelemkeltés ne járjon sikerrel.